Adjon az Isten szebb jövőt, kedves mindnájuknak! Pörzse Sándor vagyok, a Magyar Gárda Egyesület alapító tagja. Kérem, figyeljünk egymásra! Nagyon köszönjük a Nemzeti Jogvédő Alapítvány által létrehozott Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak, hogy több tucatnyian vannak itt önök között, és figyelnek mindenre, ami törvény ellenes. Megvédjük magunkat! Ezt itt minden gárdista tudja. A másik jelszavunk szinte már az, amit itt az avatáskor mindig elmondom. Magyar gárdista, innentől fogva soha nem leszel egyedül. Keressétek, óvjátok és szolgáljátok. Érezzétek át azt a felelősséget, amelyet a sors a vállaitokra rakott. Viseljétek büszkén, és nyissatok végre új fejezetet a magyar nemzet történetében. Legyetek végre ti a gyémántjai ennek a nemzetnek. Tiszták, csillogóak, de megtörhetetlenek. A Magyar Gárda Egyesület nevében 2009. március 15-én ezen a szent téren a Hősök terén a Magyar Gárda 5. országos avatási és eskütételi ünnepségét ezennel megnyitom. Adjon az Isten! Március 15-e van. 1848-ban pontosan ilyen idő köszöntötte azokat a magyarokat, akik úgy gondolták, hogy most már elég volt. Ugyanúgy nem féltek, mint önök. Ugyanúgy hitet tettek a nemzet és a haza mellett, mint ahogy a jelenlétükkel most önök. Úgyhogy emlékezzünk meg a forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb emblémájáról, Petőfi Sándorról is, méltóképpen egy Petőfi verssel, aki elmondja Erdei József. És sokszor a testi épségüket sem kímélik csak azért, mert nem hagyjuk magunkat. Miközben egy másik nemzetinek hitt erő, egy volt kommunistát és egy volt Habsburgot, illetve jelenlegi Habsburgot indít el az Európa parlamenti választáson. Még pár év és megérjük, hogy Batukán egyik leszármazottja lesz Európa parlamenti képviselő magyar színekben. Hát ekkora a különbség, hölgyeim és uraim, mert mi Morvai Krisztinát indítjuk. Again.